Viszont telt az idő, azon gondolkoztam, hogy hogyan is lehetne valami vérpesdítést csinálni, és hát erősen elgondolkoztam, hogy a repertoár bővítése. Indulok a természetesen himnuszt, egyebeket játszani egy fórzenekarnak, de megkísérelő modern számokat is bevenni a repertoárba. Hát először vért izzadtunk, hogy valamit sikerülne játszani, de aztán szépen lassan alakult a helyzet, és egyetlen fiatal csatlakozott hozzánk, és menet közben történt az, hogy érkeztek az új kollégák is az iskolába, úgyhogy tulajdonképpen ez egy olyan együttállás per pillanat, amiért úgy szintén nagyon hálás lehetek, mert egy kis kuhalasson ez egy csodálatos pillanat. Én remélem, hogy sokáig tart, mindig rettegek, hogy vajon mikor van valaminek vége, mert szokott tőle egy pippak valami megszűnik, de remélem, hogy ez nagyon sokáig kitart. Most olyannak készültünk, hogy tulajdonképpen ez egy hangszerbemutató lesz, mert ugyan ismerjük ezeket a hangszereket, de ha már rendhagy a koncerten vagyunk, akkor miért ne ismerjük meg őket közelről, úgyhogy fogadjásra szerettel ezt a kis bemutatót. Köszöntök mindenkit, most mint fuvolista szerepkörben. A fúvós egy hatalmas hangszercsalád, és az alapján, hogy nagyjából, hogy milyen anyagból készítik ezeket a hangszereket, csoportosítjuk őket tovább rézd és fafúvós hangszerekre. Én most a fafúvós hangszercsalád egyik tagját, mellesleg a világ legszebb hangszerét szeretném bemutatni önöknek, a fúvolát. Kicsit náthásatok kollégák, de nem kell fogniértük egyébként. Tehát ugye azt mondtam, hogy fafúvós hangszercsalád, és azért jól láthatóan ez a hangszer csillog-villog, úgyhogy azért gondolom, hogy önök is látják, hogy ez biztos, hogy nem fából van, hanem valószínű félrebeszélek, de nem. Hanem régen, réges-régen, nagyon sokáig fából készítették, ami nagyjából annyiban hasonlított ehhez a mostani fuvolához, hogy ugyanúgy harát kellett tartani, és hogy volt rajta egy befúvónyílás, viszont csak lyukak voltak rajta, billentyűk, vagy ahogy a gyerekek mondják, hogy meg nem tanítom őket, gombok nem voltak a fuvolán. Azokat majd szép lassan, gyakorlatilag egyesével rakták rá. Ez egy nagyon kezdetleges fuvola volt, nem is lehetett rajta minden hangot megszólaltatni, és nagyon hamis is volt azáltal is, hogy akkor még a fuvola hangszerteste egy darabból állt. Az enyém már most háromból, most csak egyet veszek le róla, még a fejrészt is lehet, csak már nagyon behangoltam a zongorához, és ahhoz nem nyúlnék, és ennek itt van lehet jelentősége, tehát nagyon hamis volt ez a fuvola, mert nem volt hangolható. Ugye a hangolás az arra szolgál, hogy minden hangszer gyakorlatilag külön frekvencián rezeg, tehát amikor együtt akarunk játszani a zenészek, akkor meg kell találnunk a közös hangot. Ahhoz, hogy mondjuk én mélyebben tudjak szólni, a gyerekeknek azt szoktam mondani, hogy képzeljünk el egy nagy, kövér, magas bácsit, meg egy pici, vékony bácsit, hogy vajon melyiknek mélyebb a hangja, és ők nagyon ügyesen tudják, hogy a nagy, kövér, magas bácsinak. Így hát amikor én is szeretnék hangolni, akkor kihúzok még itt a fuvolám fej részét, és ezáltal nagyobb lesz a hangszertest, azaz mélyebben fog rezegni. A fuvola egyébként egy ajaksípos hangszer, azaz nincsen külön fúvókám, hanem a megszólaltatáshoz az ajkaimat és a szájüregemet használom. A hang az úgy képződik, hogy ennek a befúvónyílásnak az arcomtól távol eső részére ráfújom a levegőt, és ott, ehhez az éles peremhez érkezve, a levegőből, amit én kifújok, pici légörvények keletkeznek, ezeknek az örvényeknek az egyik fele elmegy a semmibe, a másik pedig belemegy a fuvolába, és megrezegteti az amúgy is ugye benne lévő levegő oszlopot. Úgyhogy ilyen egyszerű a történet, de amit mondtam, ugye? Szerintem az, hogy az egyik fele ezeknek a légörvényeknek elmegy a semmibe, ez szó szerint igaz, úgyhogy az kifújt levegőnek a fele, az teljes mértékben veszteségként elkövetelhető. Ezért az összes fúvós hangszeres, a fúvolisták pedig ugye különösen ezért, egy bizonyos rekesz légzést használnak. Erről szeretnék egy kicsit beszélni, de nem sokat, főleg, hogy dr. Kovács Tamás itt van a hátam mögött, és biztos fogni fogja a fejét. Mit mondok a rekeszizomról? Sokan azt mondják, hogy a hasi légzést használnak a fúvósok, hát ugye azért az kizárt, mert hogy azért a hasukba levegőt venni biztosan nem tudunk. Amit hasi tájékon elhelyezkedik egy rekeszizom, ami ilyen kis, mintha két csúcsa lenne a hegynek, körülbelül így néz ki, és hozzá kapaszkodik a tüdőlebenyekhez, és amikor ezt a rekeszizmot bekapcsoljuk a légzés folyamatába, akkor ez az izom kiegyenesedik, és gyakorlatilag a tüdőlebenyeket lefele húzza, nem szakad le föntről, mert ugye akkor nem lennének élő fúvolisták, hanem kicsit úgy kell elképzelni,
mint amikor vízi bombákat töltünk otthon a gyereknek, és így ereszkedik lefele ennek a kis rufinak az alja, és így fog megnőni a tüdőnknek a kapacitása 50%-kal. Ez a fúvala körülbelül az 1800-as évek tájékán gyerte el mai formáját. Különböző fém ötvözletekből készül most már. Vannak ezüst és aranyfúvalák is, ennek nem sznobizmus a lényege, hanem minél nemesebb egy fém, annál szebben rezeg, és ugye annál szebb hangot lehet vele megszólaltatni, az enyém nem az, de azért igyekszem. És hát ugye ezt azért is mondtam most el, hogy ugye egy alapítványról beszélünk, ami támogatja a tehetséges növendékeket. Tehát amikor zeneiskolába érkezik egy gyerek, akkor jó neki egy kis egyszerű nikkel ötvözetből készült fúvala, de ahogy halad előre és esetleg a zenei pályát választja, akkor érdemes legalább egy ezüst fúvalával elkezdeni a szakközépiskolás éveket, és akkor innentől elkezdhetünk olyan 1 millió forint környékéről beszélni. A fúvala 3 hangterjedelmet tud megszólaltatni, ezt megmutatom. Hát ennyi gombot tudtak rárakni, de lehet vele nagyon szép lágydalmokat is megszólaltatni. És alkalmas, hanem a fúvala egy igazi virtuóz hangszer. Most egy Bach-Bodinéri részletet szeretnénk Ágival eljátszani.